Kedves nézőink, Sajgó Szabolcs, ha már itt is van, várjuk Meskó Zsoltot. Isten hozott a stúdióban, addig is veled elkezdjük a beszélgetést. Már itt is. Már. Igen, gyere, ülj csak be ide, nézőink is várnak már téged, már szép tudtam, hogy érkezel, foglalj helyet. Szeretettel köszöntjük mi nézőket veled együtt. Köszönöm. A témánk spiritualitás és jövő. Nem is csak ennek a beszélgetésnek a témája, hanem egy nagy, sajnos nem személyes rendezvénynek, ugye, amit a Párbeszéd háza tervez. Miről is van szó? Ugye van Rómában egy rendtárs, Pacs Ferenc, és hát ő nagyon sokat gondolkozik olyan fontos kérdéseken, ami másokat is érdekel. És hát kötélnek állt, hogy kezdjünk beszélgetni ezekről a kérdésekről Zoom mentén. Úgyhogy az elsőt azt megtettük decemberben, az identitás és jövő. És az is nagyon izgalmas volt, tehát magyar identitás lévén, hogy ő külföldön él sokáig, hogyan őrzi, mit jelent ez neki, a keresztény identitása, a katolikus identitása. És ez a második beszélgetés, ami majd most pénteken este kerül adásba, a premier. Ez az, ami a spiritualitás és a jövő kérdését tárgyalja. Az előző megbeszélésen voltunk hárman, most még hívtam még valakit erre a beszélgetésre, de ezt most nem árulom el, a titok majd, aki megnézi, az látja. A kérdés az, hogy ugye minden embernek van egy spirituális dimenziója, de a dolgok olyan gyorsan változnak, hogy a hagyományos vallási illeszkedések ezzel a spiritualitással problémák vannak ezzel az illeszkedéssel, és nem találják sokan a helyüket a hagyományos formák között. Hagyják el az egyházat sokan, nem azért, mert nem hívők, nem azért, mert Jézus nem szeret, az evangéliumot nem becsülik, csak valahogy nem érzik megfelelően a helyüket, magukat a hagyományos formák között. Ez nem azt jelenti, hogy most mindent meg kellene változtatni, hiszen a hitoktatásnak, a nevelésnek, a misztagógiának nagyon fontos szerepe van, és természetes, hogyha valaki egy nyelvet nem tanul meg, akkor azon nem tud beszélni, és hát azt gondolom, hogy részben ez is oda tartozik, de még sokkal fontosabb az, hogy valahogy Jézus nem korhoz, formákhoz kötötte az üzenetét és a lényét, hiszen a kereszténységnek igazából a lényege, és azt mondom, az spiritualitás, hogy valahogy a föltámadt Krisztussal való kapcsolatot úgy éljék a hívő emberek, hogy ez a kincs, ez mások számára is kincsé válhasson. Talán ennyit, de Zsolt itten csak figyel. Én gondoltam is, hogy vajon mikor veszi át a szót. Te hogyan kapcsolódtál akkor ehhez a témához? Vagy mi az, ami... Tulajdonképpen ez egy szép önkontroll a jezsuiták részéről, hogy meghívnak civileket is a beszélgetésbe, nem csak egymással beszélgetnek papok egy ilyen zoomos beszélgetésbe, és hát mindig izgalmas szerzetesekkel, papokkal vitatkozni az egyház kérdéseiről. Meg azt gondolom, nagyon fontos, mert az is egy alapképlet, amiről sokat beszélünk, hogy a legtöbbünk, úgymond világi hívőnek a tudatában az egyház, az még mindig a papok. A papok, a szerzetesek, az az egyház. És akkor, na ők csinálják az egyházat, mi meg oda megyünk, és tulajdonképpen elfogyasztjuk a vasárnapi... Vannak ilyen hívők? Nem, a vasárnapi misén néz körül. Aha. Abszolút. Aha. Tehát tulajdonképpen az egyház, mint egy ilyen szolgáltató egyház működik, szemben a szolgálati egyházzal. És pont a kettő között, a szolgáltató egyház kontra szolgáló egyház között ott van a lelkiség. Tehát akinek a lelki élete nincs a helyén, az nem tud szolgálatot vállalni. És tulajdonképpen ez a beszélgetést előrejelezve, ami majd lesz az interneten, hogy ebből indultunk ki, vagy én ezt látom, amit a Szabolcs is mondott, hogy van egyfajta hiány a mai egyházban. Tehát ez a klasszikus népegyházi forma valahogy a ma embere számára nem tudja megadni azt, hogy a lelke felmelegedjen, a lelke aktívvá váljon,
a lelke segítse a Jézusi útra való találásba. Nagyon sok úgymond ilyen frontális tudást kapunk, tehát jönnek a szavak, a szellemünkkel dolgozunk, hallgatjuk a prédikációkat, megértjük, olvasunk, értjük, de ebből kevés ismeret jut el oda a lélekhez, mert talán nem vagyunk ebbe elég gyakorlottak, nem tanítottak, meg a saját példámon tudom, tehát még a vasárnapi templomba járás, ugye a katolikus egyházunk szerint egy kötelező dolog, tehát kötelező neked vasárnap elmenni. Egyházreform kategóriában, ezt most írjátok fel gyorsan mindenhova, talán ugyanilyen úgymond kötelezővé lehetne tenni az éves lelki gyakorlatot. Tehát ugye évek, hosszú évek, vagy évtizedek telnek el, vagy vannak olyan hívők, aki életében nem volt lelki gyakorlaton. Tehát ugyanúgy Henri Boulard, ugye kedvenc mesterem mondása az, hogy a lelket ezt ugyanúgy tornáztatni kell, mint a testet. Tehát ez különben eltesped. Mint igazi jezsuita, ugye? Ignác azt mondja, a lelki gyakorlat hasonlóképpen, hogy mint ahogy a legegyszerűbb fizikai gyakorlat a testnek jót tesz, tehát nagyon sokféle lelki gyakorlat van. Én vitatkoznék veled, hogy egyik az, nem gondolom azt, hogy lehet általánosítani, tehát olyan kijelentés, hogy most a népegyház az nem megfelelő. Egy csomó embernek nem megfelelő, egy csomó embernek meg megfelelő. Azért is hívtam most az utolsó, a spiritualitás beszélgetéshez egy olyan valakit, aki ifjúsági vezető, és két csoportban is szocializálódott, ilyen spirituális hagyomány van, a Schönstadt és a Regnum közösségben. És mivel ő valahogy megtanulta ezt a nyelvet, neki nincsen probléma. És én sok olyan embert ismerek, aki hát a népegyház emlőin nagyon is táplálkozik, és él, és aktív is. De ugyanakkor meg nem lehet ugye amellett elmenni, hogy ez egy nagyon kisebbség. De létezik, és valamilyen formában az emberek egy részének megfelelő ez a forma. De az emberek, tehát sokat többen vannak. Bella, nagyon szeretném valamit kérdezni, mert hát szívesen kérdezni, kontráznám. De, igen. Na jó, de ezt fogjátok megbeszélni majd azon a pénteki, vagy ilyesmi szóba kerülnek. Ez ízelít, hogy hogyan vitatkozod, de azért mindjárt kapsz választ erre is. Ja, de akkor tudom, hogy te tudod a válaszokat, mert erre az abszolút válasz, de... Nem tudom az abszolút válasz, sem az abszolút válasz természetesen látok. Mi világi hívők csak szerényen feltesszük a kérdéseket, és megadjuk. Így készítik a hívek a klerikalizmust, ugye, hogy kínálatok van a válasz, de ti tudjátok. Ez ugye... Kedves nézők, ez a humor kategóriából indult ez a mondat, de hogy visszatérve erre a hiányra, tehát igazad van, hogy nagyon sokan ezt a népegyházi keretek között megélik, de hogy eltűntek például, tehát hogy ha azt mondom, hogy meditáció, vagy akkor mindenki, tehát akkor prédikálunk a jóga ellen, bármi ellen, és akkor egyszer csak kiderül, hogy az egyháznak évszázadokon keresztül alapelve volt a meditáció, szemlélődő ima, és akkor jön egy Bencés szerzetes, mit tudom, egy Spanyolországból, és akkor tart egy előadást, és azt mondja, hogy hát kedveseim, ezt elfelejtette az európai egyház, tessék újra feléleszteni, vagy a jezsuiták is ezen dolgoznak. És azt látom, hogy akkor rengetegen a kortársaim közül elmennek keresni. Tehát, hogy tehát valami égető igény, belső igényem van a lelkemnek, hogy dolgozzak vele, hogy ápoljam, hogy foglalkozzak vele. És hogy valaki, aki nem kapja meg ezt a népegyház keretek között, az elmegy, és akkor keres valami fajta spirituális utat, vagy nem tudom, vagy valami önfejlesztő dolgot, vagy a szegény szidott jógát, amit elmegy, de ugye azt se kéne annyit szidni, mert na mindegy, ez egy másik történet. Pont, kérdezz be. De csak ezt a szót, hogy spiritualitás, ezt szoktuk nagyon... olyan érzékenyen venni, mert ez egy kicsit a mai világban már annak az elkenése, tehát vagy olyan széles kategória, hogy na spiritualitás, erre mindenki belép, ha az lenne, hogy hit, akkor nagyon kevesen lépnének be. Igen, de amikor te azt mondod, hogy hit, akkor te mire gondolsz? És aki hallgatja, hogy hit, mire gondol? Igen, és a spiritualitás mire gondol? Igen, tehát éppen ez a... Oké, tisztázzunk. Hit, mire gondolsz hitnél? Hát én a hitről nekem azért az hallatszik bele, hogy a lelkünk, nem is a lelkünk, szellemünk igénye, tehát az Istennel való kapcsolatban
balépés lehetősége. Vagy de miért korlátozod ezt csak a szellem igényére? Hát jó, testi, lelki, szellemi. Jó, az egész okay, ember, de a spiritualitás csak azért, mert a spiritualitás, ha valaki meghallja, én úgy gondolom, hogy akkor, aha, de jó, mert akkor itt beszélhetünk az mindenféle New Age-es, meg minden dologról, amiről lehet, hogy beszélhetünk, csak, nem. De ma azért hívószó a spiritualitás, mert abban benne van. Én a helyedben visszadobnám a labdát, hogy jó, te elmondtad, de most ősszel Zsolt szerint mi a hit? És hogy érted a hit? Mi a hit és mi a spiritualitás? Tehát nem korlátoznám a szellemiségre, tehát a hit, ugye a hit az a, tehát magában a teremtő létezésében, ebben a teremtett világban, és ennek az alaptörvényeiben, a szeretetben való, ennek a létében való, ennek az elfogadása. Tehát és nem ezt, erről beszéltek? Majd nem ez nem, és nem, a jövő? Nem, ezt elfogadom, de ezt elfogadhatom szellemi úton, és elfogadhatom, majd te mondtál. De a szellem az nem értelem. Az értelem az más. A szellem az az egész valód. Az a szent, jó, az benne én az értelemben ami... a szellemet. Mennyire igen. Fontos a fogalmi igen, tisztázása. Igen, a fogalmi tisztázása. Igen, mert az értelmet értettem alatta. Az emberi szellemnek az egyik az csúcspontja, a megvilágosodás csúcspontja, a középkor és a skolasztika, hát azzal kezdi, hogy minden szónak eleve, ezt a szót használom, igen. Ilyen tartalommal, és akkor lehet beszélgetni. Az én tapasztalatom az, a saját egyéni, vagy amit látok, és ugye... És abból jön, hogy ez értelmi úton, tehát ezt a hitélményt akár, ezt értelmi úton éljük meg. Mm. És az a fajta lelkiség, amit mondjuk egy Jézus imánál, tehát a jezsuiták Jézus imája, amikor csak a belégzésnél azt mondom, hogy Jézus, és a kiengedésnél azt mondom, hogy Krisztus vagy. Tehát és ebben a teljes ellazultságban is valami lelki emelkedettséget érzek, hogy valami kinyílik a lelkem is valamit más, és egy meditációban nagyon közel tudok kerülni ennek a megéléséhez. Erre például azt mondom, hogy engem 50 év fölött a Magyar Katolikus Egyházban senki nem képezett ki. És mindenféle, most olvasmányban, Mustó Pétert olvasom, most vagy Jálicsot, de nem adta nekem senki oda gyerekkoromban Jálics Ferenc könyvét, és azt mondta, hogy na tessék, itt tessék meditálni, vagy valami. Felnőtt koromban az autogén relaxációs tréningnél találkoztam azzal, hogy hé, hát ez valami különleges. És azon keresztül jutottam el oda, hogy a Jézus imát meg tudtam érteni, és meg tudtam tapasztalni azt a fajta elcsendesedést, azt a fajta meditációt, amelyben a lélek elkezd másfajta múton működni. Például. Csak hadd szúrja közé egy mondatot, hogy igen. Sokan a spiritualitáson az Isten kihagyásával megvalósított, már vagy Jézus Krisztus kihagyásával megvalósított lelki igen. Igények. Nyilván itt nagyon sokféleképpen lehet beszélni a spiritualitásról, de az egésznek az alapja az, hogy az ember több, mint a teste, több, mint a szűk agya, hogy van egy transzcendens dimenziója, van egy spirituális dimenziója, egy lelki dimenziója, úgyis mondják lelkiség, ugye, vagy jámborság, különböző korokban lejáratott és nem lejáratott szavakkal, de a lényeg ennek az, hogy van egy olyan dimenziója minden embernek, ami a végtelenre mutat, ami a végtelennel tartja őt kapcsolatban. És ha ezt a tartományt az ember elhanyagolja, akkor elsorvad az embersége is, mert ez a lényegéhez tartozik. Tehát nem úgy van a spiritualitás az emberben, hogy most van bennem ez is, meg az is, meg amaz is, hanem a lényegemhez tartozik. És hogyha ezt elveszem, az emberségem... Na most, hogy itt ezen az úton és ebben a tartományban mi az, ami engem táplál és fölébreszt és a tovább lépéshez vezet, mert erről van szó, hogy mindenki, a legkisebb gyermek is és akármilyen fogyatékos is valaki, ez a dimenzió, ez benne van, és ez az, amiben lassan felfedezi az ember azt, hogy ez a van egy személyes végtelen, hogy ez a személyes végtelen ennek neve van, hogy közel jön hozzánk, hogy egy
egyé válik velünk, és itt jutunk el a kereszténységhez. De amíg valaki ide eljut, ez elég hosszú út. Na most ezeket az állomásokat ezen az úton fontos, hogy megbecsüljük. Ez az, amiről te beszéltél, hogy a jóga, ez az, amaz, hogy ki milyen úton közeledik a teljesség felé, az nagyon egyéni lehet, és nekünk nem szabad ezeket az utakat negligálni. Inkább arra az a fontos, hogy azt a pluszt oda tudjuk tenni, hogy tovább tudjon lépni, ha oda tudjuk tenni. Ugye van egy nagyon érdekes vizsgálat, ilyen szociológiai vizsgálat az egyházakban, Észak-Amerikában, de itt Közép-Európában is, a V4-ek területén is, hogy hogyan is vannak az emberek, kik azok az úgynevezett dwellerek és seekerek, ugye hát akik keresnek, és akik úgy jól el vannak abban, amit kaptak, és hát az emberek egyre növekvő része van úgy, hogy keres, mert valahogy, amiről beszéltünk, vagy teljesen egyetértünk, hogy egy csomó olyan dolog van, ami valahogy nem segít engem ezen a bizonyos lelki úton, az Isten felé vezető úton. Itt meg szeretném említeni még azt, hogy nagyon érdekesen párhuzamosan megy ezzel a sorozattal, Pacs Ferenccel, identitás, spiritualitás, és majd jönnek újabb beszélgetések. Egy két éve elkezdett az egyház fejlesztőkkel elkezdett ilyen munkánk, aminek a gyümölcse most kezd beérni, hogy a jövő szövő, hogy milyennek szeretnénk látni az egyházat 2030-ban, és felhívnám a figyelmét nagyon a nézőknek, hogy érdemes rákattintani az Egyház 2030, Egyház 2030-ban. Ott rengeteg olyan anyag van, ami ezt a témát is érinti, és ez a sorozat tulajdonképpen annak az egyik gyümölcse szintén. Ennek volt most már két alkalma, a következő majd márciusban lesz. De az nem nyilvános. De elérhetők az előadások. Például a nem régen történt, múlt szombaton történt jövőszövő kettő. Ott nagyon jó, mindig próbálunk egy külföldi üzenetet is behozni, most Prágából Tomás Halik egy nagyon erős hozzájárulással volt ehhez a jövőszövő programhoz. Aztán beszélt Bér Miklós, beszélt Gável László, és Terez... Gájer László. Gájer László, és Tereza Borowska. És egy nagyon, nagyon izgalmas kérdések jöttek elő. Ennek igen, van egy része, a délelőtti része az teljesen nyilvános, hogy ha elmúlik a Covid, akkor lehet jönni, ha pedig nem, akkor a Zoomon vagy interneten. A délután a műhely jellegű. És ennek a lényege, és azt gondolom, ez fontosan ide tartozik, hogy folyamatokat indítson be, hogy azáltal, hogy valami megvilágosodás van, az ember lássa azt, hogy mit kellene nekem elhagynom, hogy közelítsek ahhoz a vízióhoz az egyházzal kapcsolatban 2030-ban, hogy milyen legyen, és mi az, amit el kellene kezdenem gyakorlatot, hogy tehát a változás, ami az evangélium lényege, hogy úton vagy, és legyél szüntelen úton, a jóról, a jobbra, a többről, a még többre, mert hiszen Isten végtelen gazdagságára vagyunk hivatva, és ez a spiritualitásnak, minden spiritualitásnak a célja, hogy ez a végtelen aktuál gazdagság a személyes Istennek eljusson, de most nagyon magamhoz előttem. Igen, és van egy kérdés, ti mit gondoltok arról, hogy mi lehet az oka, hogy a Zsolt is így egyszer csak fölfedezte, hogy de hiszen az egyházunk ezt már évezredek óta fölkínálja, akár a szemlélődő imát, akár a különböző, nem tudom én, a Szentlélekben való megújulást, a dicsőítés, nem tudom én, lélekemelő volt. Tehát egy csomó minden az egyház gyakorlata régóta, és mégis mindenhol keresik az emberek, miért? Hát ő most miért nem? Rá, de vajon... De nem. Tehát ugye részei vagyunk egy nagyobb világnak, és az egész világ egy fejlődési úton van, tehát a hitünk szerint egy teljes fejlődés, nem csak mi az egyház tagjai, hanem minden teremtett lény egy fejlődési úton van. És hogyha kilépek az egyházból, és ezt a lelkiség kérdést egy másik szempontból nézem, akkor azt lehet látni, hogy például a szóhasználatban vagy a gondolkodásban előtérbe kerül az érzelmi intelligencia. Tehát rájön a világ, hogy egyszerűen
az intelligenciával, az értelem szókészletével és megoldási készletével nem lehet megoldani problémákat. Mert egyszerűen csak ennek is igaza van, ott egy részigazság, ott egy másik részigazság, mind a kettő gyönyörűen elmondja, aztán mégiscsak a végén lelövik egymást. És ha nincs érzelmi intelligencia, az a fajta képesség, hogy valóban a testen, a testemben zajló folyamatokon túl a transzcendensbe kilépjek, és lelkileg azonosulni tudjak a másikkal, tehát legyen olyan nyitott lelkem, amiben együtt tudok érezni. Egy pillanatra bele tudom helyezni magam a másiknak a helyzetébe. Tehát ez is a lelkiségnek egy nagyon fontos dimenziója. Tehát nem csak az Istennel való kapcsolat, hanem az, hogy ezeket a képességeket, ezt a lelki nyitottságot, az együttérzést, az együttműködést, a párbeszédnek a művészetét, ezeket tudjam, ehhez a lelkemet gyakoroltatni kell. Tehát a lelki gyakorlat nélkül nincs hívő ember, és tehát visszatérek az alapkérdéshez, és az, hogy milyen módon gyakoroltatjuk a lelket, szerintem ez viszont mindannyiunknak egyrészt az egyéni felelősségünk, de viszont az egyház felelőssége is az, hogy ebben segítséget nyújtson a saját tagjainak. Igen, hát ugye Jézus szerint a lelki gyakorlat ott kezdődik, hogy akár esztek, akár isztok, mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyetek. Nagyon sok ember nem tud elvonulni lelki gyakorlatra, nincs pénze, nincs ideje, nem tudja a gyerekeket kirehagyni, beteg, és a többi. És azt gondolom, hogy ha keressük azt, hogy mi a lelki gyakorlat lényege, akkor pontosan ez, hogy valahogy rendszeresen töltök időt azzal, akárhol vagyok, hogy amiben vagyok, amit csinálok, ahogyan csinálom, Istenem, neked erről mi a véleményed? Te az én helyemben ezt hogyan tennéd? Mit csinálnál? Tehát ez a fajta személyes kapcsolat és a legmindennapibb, legszekulárisabb tapasztalataimat valamiféleképpen bevonom az Istennel való dialógusomba, párbeszédembe. Most említetted a párbeszédet nyomatékosabban is, ugye itt most a párbeszéd háza körüli dolgokról beszélgetünk, és akár a jövőszövő, akár az a Pacs Ferenc sorozat, amiben most ez a pénteken, amit majd megnézhetnek, a premierje ennek a beszélgetésnek pénteken este lesz, ugye a spiritualitás és jövő. De ott van egy másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, csak egy pár szóban, mert ez egy külön történet lehetne, hogy a Párbeszéd házának van egy galériája, a Faludi Galéria, és ennek a kiállításai mindig a transzcendens vonzásában. Hogy takarítják ki a kiállított tárgyak, műtárgyak, a jelenlévő nem láthatót, és most a kiállítás az ugye Covid miatt nagyon nehezen látogatható, de ez Mindszentivel kapcsolatosan egy nagyszerű installáció, 4 kapu köré szervezi Mindszentinek az életét, és csak annyit szeretném megemlíteni, hogy ő ugye hihetetlen sokat áldozott önmagából, az életét odaadta, tulajdonképpen mondhatjuk ugye az egyházé, a hitéért, de a Magyarországért tudjuk, hogy ő kifejezetten a magyar népnek a spiritualitásáért, hogy ezen az úton, a spirituális úton rátaláljanak Krisztusra, ezért adta oda az életét. És azt gondolom, hogy ez megint, hogy a mulasztásainkkal ne nehezítsük a saját utunkat. Tehát a tájékozódás, azoknak az embereknek a megbecsülése, életüknek a megismerése, akik nekünk útmutatók lehetnek a spirituális úton, amin a cél az a Krisztus és a mennyei atya és a lélekben. Igen, ahogy mondtad, hogy tényleg mennyien egyszerűen nem tudnak eljutni lelki gyakorlatra, mondjuk több napra felsoroltatva az akadályokat, de itt értékelődik föl a korunk lehetősége, akár az internetes elérhetőség, akár a televízió is, ami miatt én úgy érzem, hogy nagyon fontos a mi tévénknek is a működése, de most ezek a zoomos beszélgetések is, hát olyanokhoz is elviszik az üzeneteket, együtt gondolkodás lehetőségét, akik tényleg mondjuk az egészségük, vagy a több gyerek, vagy nem tudom, bármi miatt, szegénység miatt ebből kimaradnak. Mit gondolsz,
fölhasználhatók ezek az eszközök, vagy ez azért annyira személyes, intim dolog az Istennel való, például a kapcsolat az imában, az elmélyülés, vagy lehet ezt mondjuk tévén keresztül kapni ehhez kis inspirációkat, és aztán utána pedig gyakorlatba ültetni otthon? Hogyan lehetne ezt? Hát azt gondolom, hogy minden egyes alkalom, tehát hogyha most valaki néz minket, és kezdi csókolom, jó napot kívánok, és hirtelen egy mondat kinyit benne egy kaput, akkor azon a kapun aztán könnyebb belépni. Tehát ezek mi is, a Bónum TV azt gondolom fantasztikusan, hogy a szemetekbe dicsérlek titeket, ezek kapunyitogató helyzetek. Tehát ezek kapuk, amik kitárulnak, és benézhetünk, és akkor meg lehet nézni, hogy ez a mi útunk, és hogyha van egy mondat, akkor azon el lehet indulni. De az, hogy én a lelkemet kitárjam a Jóisten felé, ahhoz valóban nem kell elutaznom 3 napra, és minden nap lehet egy egyszerű kis lelki gyakorlat. Tehát nekem egy ilyen nagyon rossz kap korszakomban ez az egy mondat segített például, hogy amikor úgy utaz a villamoson, hogy mindenkire, aki veled együtt utazik, úgy néz rá, mint a testvéredre. Ezt hónapokig csináltam, hát olyan boldog voltam, most felidézem saját magamnak, és hazafele menet, hogy most így fogok utazni, de ez például most rájöttem, hogy ez kimaradt az elmúlt hetekben, hónapokban. De pedig akkor egy olyan inspiráló volt, és egyszerűen és olyan gyönyörűség volt, akár a legfájdalmasabb, vagy a legkülönlegesebb, vagy úgymond a legcsúnyább arcokra is belenézni, és meglátni benne az isteni teremtésnek az erejét, és onnantól kezdve gyakorlatilag közelebb tudtam kerülni saját magamhoz is. És akkor visszatérnék ez az isteni párbeszédnek, ugye két lépése van, és a saját lelki életünkben azt teszem észre, hogy itt hibázunk, hogyha ilyen konkrétumoknál nézünk, hogy a szeres fele barátodat, mint önmagadból kihagyjuk mindig az önmagunkat. És anélkül, tehát, hogy ez is egy tudomány, hogy hogyan szeressük önmagunkat, és ez is kicsit az egyháznak a felelőssége, annak, aminek én is tagja vagyok, meg ő is, meg te is, hogy segítsünk egymást saját magunkat szeretni. Tehát például megint Henri Boulard mondta, hogy nyugodtan üssétek meg egymást saját vállatokat, és mondjátok azt, hogy szép volt Zsolt, vagy hogy szervusz Jó. Tehát például nekem van egy reggeli szertartásom, tehát hogy amikor köszöntöm a Jóistent, utána köszöntöm saját magamat, a családomat, mindenkit, akkor köszöntöm a testemet. És akkor így végighúzom magamon a kezemet, lábon, és azt mondom, szervusz, kedves testem, kedves lelkem, köszönöm, hogy itt vettek, és ezért. És egyszerűen érzem, hogy bocsánat, hogy beindulnak a sejtjeim, hogy jól esik, hogy van egyfajta visszajelzés. De ezt nem csináltam 50 éves koromban, mégis tegyük fel, hogy hányan mondták már maguknak azt, hogy szeretem saját magamat. Mondtam ma már, hogy szeretlek? Neked, vagy bárkinek? Ugye volt egy ilyen kampányunk is. Bocsáss meg, csak hadd szúrjam ide, hogy rengeteg kérdésem volna, és bizonyára nézőinknek is rengeteg kérdésük és hozzászólásuk gyűlt össze, így már a fejükben megfogalmazva, és mindezt január 29-én hallgathatják tovább, gondolkozhatnak tovább. Kérlek, hogy így zárásul mondjátok el akkor pontosan, hogy mikor, hogyan, hova lehet belépni, mert az időnk lejárt, igen, csak ezt még mindenképpen. Igen, csak egy nagyon röviden, ugye említetted, hogy hazafele majd, akivel utazol mindenkit, hogy egy másik dolog, ami meg nekem hasonló mostanában, hogy a munkatársakban meglátni a Krisztus arcot, a családtagokban, a rendtársakban, tehát azok, akik a legközelebb állnak, azokban sokkal nehezebb meglátni, de ez egy jó előgyakorlat, hogy az utazó útitársakban próbálom felfedezni, hogy a testvérem. Tehát 29-én pénteken este 8 órakor a Párbeszédháza YouTube csatornáján ott látható lesz majd ez a beszélgetés. Pontosan 8-kor fogjuk elkezdeni. Az elérhetőség ott van a Facebook oldalán a Párbeszédháznak, aztán a honlapján a Párbeszédháznak, úgyhogy mit kellene még hozzátenni. Bárki beléphet, és hogyha nem unt meg minket, és még szeretne látni minket, hogy tovább videózunk, akkor ennél több is lesz. De azt gondolom, hogy az egyéni út, tehát hogy mindenki keresse meg azt a kaput, amin ő be tud lépni saját magához, és a Jóistenhez, és a Jóistenen keresztül saját magához. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. További szép napot mindenkinek.